A hazai pénzügyi vezetők körében készített felmérésünkből kirajzolódik, hogy a CFO-k a következő egy évben is az automatizáció kiterjesztését, valamint a csapatok motiválását látják a legnagyobb kihívásnak. A válaszokból az is látszik, hogy kevés hazai cég rendelkezik még proaktív, rendszer szintű, átfogó transzformációs akciótervvel, és ebben a tekintetben nem is látunk fejlődést a kutatásunk kezdete óta, vagyis az elmúlt 3 évben. Ezzel párhuzamosan viszont nagyon elterjedtek az egyedi, reaktív megoldások, amiknek a fejlődését nagyban segítette az elmúlt időszak pandémiás helyzete is. Tavalyi évhez képest a pénzügyi vezetők szerint jelentősen nőtt a költségek csökkentése kapcsán rájuk nehezedő nyomás, és ennek megfelelően a fejlődés legfőbb akadályaként már a fejlesztési projektek kapcsán rendelkezésre álló szűkös erőforrást jelölték meg. Ebben a környezetben mind az automatizáció, mind az informatikai rendszerek változása jóval nagyobb kihívást jelent az előző évhez képest. Megkérdezettek jelentős része számít létszámcsökkentésre az automatizálható területeken, így például a klasszikus számviteli feladatkörök esetén. Ezzel párhuzamosan többen számítanak kisebb mértékű növekedésre olyan területeken, mint például az adózás, a tervezés vagy az előrejelzés. Jelenleg a klasszikus számviteli és adózási témák esetén a legnagyobb a tudás és a tapasztalat. Ezzel szemben a pénzügyi vezetők jóval alacsonyabbra értékelik a csapatok jártasságát az olyan területeken, mint például az informatika, az automatizáció, az adatelemzés vagy akár a változásmenedzsment. Ez azt is jelenti, hogy a CFO-knak szüksége van a meglévő munkatársaknak a képzésére, illetve új készségekkel, képességekkel rendelkező munkatársak bevonására annak érdekében, hogy hatékonyan el tudják érni a korábban említett automatizációs és transzformációs célokat. A nem megfelelő adatok továbbra is jelentős problémát okoznak mind az automatizáció, mind a pontos reporting és előrejelzés területén. Itt külön érdekesség, hogy idén a CFO-k ennek kapcsán már legkevésbé az alapadatok megbízhatóságával elégedettek. Ezzel szemben előző évben még a gyenge kommunikációt, illetve a nem megfelelő IT infrastruktúrát érte a legtöbb negatív kritika. További információt felmérésünkről a PwC weboldalán olvashatnak.